Az elmúlt évek során számos olyan műtétre került sor a vármegyei kórházban, melyek során olyan betegeken is segíteni tudtak az orvosok, akiket időskoruk vagy egyéb alapbetegségeik miatt hagyományos, altatásos érzéstelenítéssel nem lehetett operálni. A korábbi módszerekkel ők nem bírták volna el a műtéten járó megterhelést, ám az utóbbi időben ugrásszerűen fejlődött mind az endoszkópos mellkassebészeti technika, mind az anesztézia. Ennek köszönhető a mostani bravúros operáció is. Az utóbbi időben már komoly gyakorlatot szereztünk az ilyen műtétek tekintetében, ezúttal azonban a korábbiaknál is bonyolultabb volt a dolgunk, mondta el az operációt végző dr. Szántó Zoltán főorvos. Ez a műtét attól volt különleges, hogy szokványos volt maga a műtét, tehát egy daganatos lebenyt kellett eltávolítani, amit korszerűen endoszkópos műtéttel végzünk mi is itt Szolnokon. A különlegességét az adta, hogy idős betegről volt szó, tehát 79. évét betöltött idős hölgy volt a beteg, illetve az, hogy ő neki korábban az operálandó jobb oldallal ellentétes oldalon, bal oldalról ugyancsak tüdődaganat miatt egy tüdőlebenyt már eltávolítottak. És gyakorlatilag ennél a műtétnél, a műtét során az altató orvosnak köznapiasan szólva ki kell kapcsolnia az operált oldalon a tüdőt a légzésből, hogy a mellkassebész tudjon dolgozni. Na most olyan esetben, hogyha a tüdőt ki akarjuk kapcsolni az operálandó oldalon, jelen esetben a jobb oldalon, az ellentétes oldali tüdőnek megfelelően kell tudni a gázcserét biztosítani, hogy a beteggel ne legyen probléma. Egy olyan ellenoldali tüdő, ami már korábban csonkolás szenvedett el, ez egy rendkívül nehéz feladat ezzel. Korábbi technikákkal ez majdhogy nem lehetetlen volt elvégezni. Ezzel a relatíve újfajta technikával, amivel nincs mélyaltatásban a beteg, illetve az anesteziológus nem ad izombénító gyógyszert az altatás során, ezzel egy jobb műtét alatti gázcserét, jobb kondíciókat tudunk elérni, és így meg tudjuk operálni a beteget. Technikai nehézsége van a hagyományos mélyaltatásos tüdőműtéttel szemben, ilyenkor, mivel nincs izomrelaxáció, ezért a beteg izmai, mind a vázizmok, de akár a légzőizmok szabadon tudnak mozogni, és ugyan a beteg egy bódult állapotban van, de például a rekeszizom az folyamatosan mozog a műtét alatt, ami egy állandó hullámzó mozgást jelent a monitoron a sebésznek, és ez rendkívül nehézzé teszi adott esetben a preparáló munkát. Magyarországon jelenleg két sebészeti klinika mellett egyedül Szolnokon a Hetényi Géza kórházban végeznek ilyen beavatkozásokat, amivel a nemzetközi szakmai trendeknek megfelelve tudnak korszerű mellkassebészeti ellátást nyújtani. 2023 óta immár európai akkreditációval elismerve. Ezzel a kevésbé invazív, kevésbé megterhelő módszerrel olyan betegek számára is elérhetővé tegyünk kisebb jellegű műtéteket, akiknek a korábbi technikával ezeket nem lehetett elvégezni, és így akár egy tumor, kisebb tumor eltávolítását, akár egy olyan komplikált helyről történő szövettani mintavételt el tudjunk végezni, amivel a betegnek lehetősége nyílik megfelelő daganat ellenes onkológiai kezelésre. Stábunk felkereste otthonában az érintett idős hölgyet, akin a beavatkozást végezték. Ez úgy kezdődött, hogy Karcagon doktornő megállapította, hogy valami nincs rendben. A jobb tüdőcsúcsban elküldött kivizsgálásokra, így kerültem Szolnokra. Szolnokon először a pulmonológián felküdtem bent, ott kivizsgálgattak, aztán voltam Szegeden, voltam Debrecenben, voltam Pesten, tehát a vizsgálatokat megcsinálták, hogy egyáltalán műthető vagyok-e. Mert hogy ez is kérdés volt, hogy műthető vagyok-e. A vizsgálatok megállapították, hogy igen, műthető vagyok, és így kerültem Szántó főorvos úrhoz, mint sebészhez, és végül is ő műtött meg. Ismertették, hogy milyen, hogyan zajlik, az altatóorvos is részletesen elmondta, hogyan fog történni, úgyhogy részletesen tájékoztattak mindenről. Nem nagyon volt más választásom, mert már a pulmonológián is megmondták, doktornő megmondta, hogy
Tehát nem nagy választ, vagy nem sok választásom van, vállaljam, mert ennek ez a sora. Hát mondjuk 80 éves korban már nem olyan dolog ez, hogy neki megy az ember, de én vállaltam. Nagyon szerencsés voltam, olyan orvoshoz kerültem, aki mindent megtett értem, aki mindenről tájékoztatott. Ugyanígy az altató orvos is előzőleg, tehát a műtétet megelőzően mindenről tájékoztatott, elmondott mindent, kedvesek, aranyosak voltak, a kórház dolgozói is, mindenkinek köszönök mindent.